Jézus, nem felejtse megemlíteni, hogy az az ember engem állandóan jut. Dehogy felejtem, asszonyom, hát másmilyen is benne van a keresetben. Az ütés? Igen. És a rugás is? Hát azt nem is tetszett említeni. Hát dehogy nem, hát mondta, hogy az az ember ütött és rugott. De hát az a nagyszerű. Nagyszerű? Hát nagyszerűnek találja a Búri bőnyét. A váló behet egyenesen remeg. A hitlenséget máskülönben tagadjuk. Egyetlen hitlenséget. Hát amit a kedves férje magára akar bizonyítani. Ó, a fra! Erről akar engem megvádolni. Jaj, egy ember, akinek én a fiatalságomat odaajándékoztam. Mikor necset férhet meg? Te baj! Szóval minden esetre a bűtlenséget rága lomnak nyilvánít. Úgy van. Csak merjél valaki a szememben mondani, hogy én megcsaltam a férjem. Miért a benne mi volt? Hát én csak azt mondtam, hogy merj a szememben mondani. Jó napot kívánok! Maga itt van alkalmazva? Igen. Fontos voltam, ugye? 10 órára voltam idézve. 10 óra és már itt is vagyok. Mit akar? Kérem, hát idézésen van, tanú vagyok. Üljön le és várjon, amit hívják. Ki fog kérni? Majd én kiáltok. Mit kiált? A nevét. Hát egy kedves uram, még azt sem tudja, hogy hogy hívna. Az majd kiderül a daptárból. Na, üljön le! Ja. Mondja kérem, milyen ügyes tulajdonképpen? Özvegy Gáspár Miklóstein kontra Balla Márton. Ez valami kártya ügy? Hogy hogy kártya? Hát tetszett mondani, hogy kontra. Menjen kontra felé. Ó, Tréhú, hát maga már itt van. Igen, kérem, idézéssel van, tanú vagyok. Tudom. Ki mondta ezt magának? Hogy ki mondta? Hát én idéztettem itt magát. Maga? Igen, kérdezik. Várjon, jó napig én a megfizetem. Az más. Mondja, kérem, milyen ügyes tulajdon? Na, ide hallgasson. Mit gyászol, ne jön a koferomra? Milyen kofer ez? Egy kis sajt, egy kis szalonna, meg egy kis kenyér, meg melegfehér nemű. Hova? Hát sehova. Gondoltam, az ember a bíróságra jött. Jó lesz egy kis ellátásról gondoskodni. Én ezt nem értem. Bízza csak rá. Én egy óvatos ember. Tudom én, hogy mit csinálok. Ember, hát magát ide, mint tanult ide isztél. Tanul. Ismerem én már ezeket a dolgokat. Ezelőtt 4 évvel Győrbe is tanulnak ide isztek. Március 7-én volt a tárgyalás, és szilveszterkor szabadultam. Na, de most nem fognak ki rajta. Minden esetben megészítettem ezt a kis kupet. Képzeld, jövő még a cigarettámat is elvették. De most jól elbuktam. Hol? Az az én titkom. Különben is mit érdekel engem? Ide figyeljen. Engem Özvegy Gáspárné bekerelt. Ki az a Gáspárné? Na, emlékezzen csak vissza, amikor legutóbb nálunk járt az irodában. Szeptember 8-án, és kereste a Liberman. Ki az a Liberman? Hát a társa. Ja, a Liberman. Emlékszett már szeptember 8-án. Éppen a tőlgény volt. Így van. Na és aznap egy hölgy is volt nálam az irodában. Az a volt, akire a maga kutyája ráugja. Így van. Na most ez a hölgy engem bekerült. Hát igaza volt. Hát ne haragudjon, én is beperelhetem volna, hogy lehet egy irodában ilyen vadállatot tartani. Na nézze, azért egy Dobermannal csinyán kell válni. Dobermann? Nézze. Hát az elég azt mondta, hogy Liberman. Liberman a társa. És ki a Dobermann? A kutya. Hogy hívják, hogy Dobermann? Nem. Dobermann, Harry. Nem, csak Harry. Akkor ki a Dobermann? A kutya. Nem. Ja, két kutyája van. Nem. Az, amik a hőkre ráugrott. Özvegy Gáspárné azt állítja, hogy őt a Dobermann megharapta. Ja, de tőlük azt kérem. Hát a Dobermann nem is volt az irodában. A Dobermann épp a tőzsdén volt. Az a Himmermann volt. Aki a tőzsdén volt? Igen. A Dobermann az meg a kutya. Na.
És ki a Henry? Na, kutya, érted? Csak azt mondja, amit látok. A hölgy elkezdte a kutyát simogatni, erre a kutya ráugrott, letépte ruháját, de harapni nem harapott. Ez igaz, nem harapott. Na kérlek, ön csak azt mondja, amit látok, csak amit látok. A hölgy még egy kicsit rá is ütött a kutyára. Tanulom kérlek, én ezt nem láttam. És vigyázz lesznek, nem mondja a törvény, a hamis esküt, 5 évig, de elérő szegyházban büntetik. Először is nem jutott ezek három. Ja, csak három. Az már! Na, szóval, kutya ráugrott a hölgye, letépte ruháját, harisnyáját. De harapni nem harapott. Nem harapott. Na, így van, nem akarom én a véleményt befolyásolni. Csak azt mondja, amit látok. Megyek, beszélek az ügyvédemmel, mert a tárgyalás csak hamar fog kezdődni. Jó, csak amit látok, más nem. Oké. Te vagy álló mellett, hogy hova tudtam a cigarettát. Szóval más semmit nem tudunk? Én csak azt láttam, hogy a nagyságos asszony abban az úrral beszélgetett egy októban. Minden szava hazugság! Asszonyom, ön állandóan zavarja a tárgyalást. Tekintetes törvényszék. Ne várja meg! Nem hűségét kétségbe vonjon. De nekünk alkalmunk lett ezeket a tanúkat megvizsgálni. Tekintetes törvényszék! Ha még kétszer ráncigálni mernék, megvonom magától a meghatározást! Mi van ott a kérem? Engem kérem, ide beidéztek, és már két oroszra itt vár! Engedjed azt az ember! Látja? Jöjjön közelebb! Hogy hívják? Engem? Plégy Dezső! Hával? Nem kérem Pélyre! Úgy értem, hogy a végén! Ja, van a végén ott Hával! Hol született? Budapesten! Tekintetes törvényszék, annyi mondom! Gyere, műjön le! Üljön le, kérem! Azt mondom, figyelmeztetem, hogy ön állandóan zavarja a tárgyalást! Büntetel ott? Na most esélyt lesz, én nem csinálni? Magát kérdezte! Mit, ahogy én voltam! Magát itt tanúként fogjuk kihallgatni. Figyelmeztetem, hogy a törvény a hamis esküt 5 évig terjedő fogsággal büntet. Hát nem három! Ne alkudozom, hogy kérdezik! Egyébként a gazdaszerűk 3-nak mondod! Most mondja el, mit tud az ügyről! Hát kérdez szépen a dolog úgy kezdődött, hogy a baroló telefonál le az irodába, hogy menje fel a társadalom kárgyott a rádió. Ne rádiózzon itt! A tárgyról beszéljen! Mikor látta az Albert? Hát ki az Albert? Hát a maga nem is
Én ezt nem értem. Hát tetszik is nagyon liberálni. Honnan ismerni? Hát az egy maga állat. És maga is az a balla egész idő alatt nem voltak a szobában? Igen. És mit csináltak? Például kérem én, bevallom nagyon őszint, hogy én magam is vétem ott túl a mesti hátra. Mesti a maga én? Rendben, kérek. Ezt törvény szintén megvonhatom. Nagyon jó tetszik csinálni. Miért fér? Hát azért kérem, mert ez a libárnak még arra is képes lett volna, hogy én rám ugorjon. Magára ugorjon? Hú, persze! Egy ilyen Harry, ez mindenre képes. Ha ismeri nagyságos szintet, ugye, hogy egy vadállat. De nem ismerek semmiféle Harry-t, már mondtam! Na, ha nem ismered semmiféle, akkor meg be is ugattam. Azt ugatult meg. Na, tovább kérem, tovább, aztán mi történt? Hát aztán letét a nagyságos asszonynak az összes ruháját. Mondtál egy szál kalapba, de hogy haraptam volna, azt nem láttam. Hagyja ütni, úr! Alperes, mit szól a tücsön? Minden szava aljas hatóság! Majd te kedves Alperes, hát... Nekem nem tépték le a ruhámat! Tessék, megmondja a szavat! Nem. Most az a fontos, hogy megállapítsuk, milyen volt a hölgy intenciója. Hogy... Milyen érted? Intenciója! Hát, hogy is mondjam olyan? Sokáig nem láthattam, mert a Balla úr ráadott egy kahátot. Én úgy látom, maga nem tudja, mi az az intenzió. Na, hogy ne tudnám a károt egy strandra. Szabad egy kérdést feltennem a tanulót. Tessék! Majd talán én határozom, hogy szabad-e. Tessék! Mikor történt ez a dolog, amit ön itt most elmesélt? Szeptember 8-án. Szeptember 8-án. Úgy van. Tisztelt író! Itt van az ügyfele útlevele, amelyből tisztán kitűnik, hogy szeptember 1 és október 1 között nem is tartózkodott Budapesten, hanem Párizsban volt. Aha. Szóval itt maga hamis tanulalulás, te! János! Intézkedjen, hogy a börtönben készítsenek elő egy cellát. Igen, bocsánatot kérek, hát... Csendet kérek! A tárgyalást elnapolom. Ezen az ember ellenpedik hamis tanulás miatt, megindítom az eljárást. Többiek elmehetnek. Bocsánatot kérek, hát... Majd adjuk én magának. Herrit, meg simogatán. Tégyelje magát! Hát egy kedves alperes légy azt mondja. Bíró úr tére! Bíró úr! Bíró úr tére! Légy, mit csinálunk? Jöjjön gyorsan, mert kezdődik a tárgyalás. Hogy meg kezdődik? Hát most egy fél a tárgyalás. Ne beszéljük össze, viszont jöjjön, mert kezdődik a tárgyalás már. Te jóságos is. Bíró úr tére! Fogja már meg egy pillanatra ezt a kis kutát. Na, mire fogjam meg? De egy kis dolgom akar, csak fogja. Hát de siessen, jöjjön azonnal. A jóisten áldja meg Balla úr. De minek búcsúzik? Hát azonnal találkozunk. Az nem is olyan biztos. Na gyerünk! Hova? Hova? Kávéházba! Te én nem csináltam semmit! Ne beszéljen annyit! Na gyerünk! Te én nem csináltam semmit! Balla úr kérde! Ne beszéljen olyan sokat! Tegyek nyugodtan! Te én nem csináltam semmit! Balla úr! Elárulok magának egy titkot. Na! A cigarettát belemondok sütve a kenyérbe.